Az Újvidéki Egyetem napja idén a zombori pedagógiai kar elődje, a Norma Szerb Tanítóképző Iskola fennállásának 240. évfordulója jegyében zajlik. Tudományos jövőnk érdekében a legfontosabb, hogy felismerjük az utat, amelyen járnunk kell, és azt hiszem ezzel jól haladunk. Meghatároztunk néhány a tudományos közösséget fejlesztő stratégiát, és lépéseket tettünk, hogy felvegyük a kapcsolatot a külföldi oktatási intézményekkel. A Tudományok és az Oktatás nemzetközi fesztiválját május 12-én és 13-án tartották meg az Újvidéki Egyetem központjában. A fesztiválon több mint 15 000 gyermek vett részt az 500 egyetemi tanár és hallgató által szervezett műhely munkákon. Sosem lehet túl korán megmutatni a fiataloknak, hogy valójában milyen választék áll rendelkezésükre, hogy milyen tudományokban tudnak ugye tudást szerezni, és valójában manapság ugye bebizonyosodott, hogy minél többet tud az ember, minél több szakterületről, annál értékesebb, annál könnyebben tudja feltalálni magát az életben. Tudomány nélkül a társadalom nem fejlődhet. Sok kritika ért minket, amiért a legfiatalabbak felé fordultunk. Szerintem azonban fontos, hogy a gyerekek már általános iskolás korban megértsék a tudományok fontosságát, és azt, hogy a tudományok gyakorlatban való alkalmazása nélkül nem fejlődhetünk. Az Újvidéki Egyetem napjának szentelt ünnepségek mától egészen június 29-éig tartanak az egyetem rektorátusán.